A 11. forduló előtti tabellát tekintve a Kisvárda-Paks mérkőzés volt az elmúlt hétvége rangadója a magyar élvonalban, mivel a harmadik helyezett csapat fogadta a másodikat. A legutóbbi 6 meccsén 16 pontot gyűjtő és 18 gólt szerző tolnaiak ellen Bumba juttatta előnyhöz a hazaiakat a 18. percben. A 30. percben Rubus fejéről került saját kapujába a labda, de a szünetre mégis a házigazda mehetett előnnyel. A 44. percben ugyanis egy szép támadás végén Navratil lőtt a paksi kapuba. A mérkőzést a 86. percben zárta le Subka Attila együttese, egy kontra végén jelen állította be a 3-1-es végeredményt. Nagyon sokat kellett azért dolgozni a pályán a játékosoknak, hogy ez a győzelem meglegyen. Én azt gondolom, hogy elsősorban azért, mert elkövettünk egy-két olyan hibát, amit nem lett volna szabad a védekezésünknél. Már az első fél időben meg volt 2-3 olyan lehetőségünk, amivel nagyobb előnyt szerezhettünk volna, simán betehettük volna a meccset. Viszont én úgy gondolom, hogy a második fél időben azok a kontráink, amikre építettünk, azok ültek, mert tudtuk nagyon jól, hogy a Paks ki fog nyílni 2-1-es vezetésünk után, nagyobb területek lesznek mögöttük, mint hogy lettek is. Egy kontrát végig tudtunk vinni, de mellette volt 2-3 olyan támadásunk, ami sajnos vagy elcsereztünk, vagy elpasszoltunk, és nem tudtuk befejezni. Az NB1 tabelláját a Ferencváros vezeti 9 mérkőzésen szerzett 23 pontjával, megelőzve a 10 meccsen 19 pontot gyűjtő Kisvárdát és a vele azonos mutatóval rendelkező Molfehérvár FC-t. Mint Révész Attila sportigazgató elmondta, a bajnokság előtt az 5.-6. hely környékére pozícionálták a csapatot, így az eddigi szereplés várakozás felettinek mondható. Már tavaly is megfelelő erőt képviseltünk, ez évben pedig tovább gyorsítottuk a csapatunkat. A tavalyi mérések alapján is a legtöbbet futók voltunk már. Az idén viszont mind sebességben, mind távolságban sikerült egyelőre az összes riválisunkat lekörözni, és ez megfelelő alapot szolgáltat arra, hogy ebben a pozícióban szerepeljünk. Illetve az az egység, ami jellemez minket, az szintén egyfajta olyan mentális erőt ad a játékosoknak, a csapatnak, amely hozzájárul ez a sikerességhez, és azt is mondhatom, hogy talán most van már meg az a fajta homogén szerkezete a csapatnak, amelyre korábbiakban is vártunk. Kevesebb játékos kellett hozni, kevesebbet, mint a korábbi időszakban, és akiket hoztunk, azokat sikerült a kezdőbe illesztenünk, úgyhogy megvan a megfelelő versenyhelyzet a csapaton belül, most néhányan kiestek, minden további nélkül tudtuk őket pótolni. A Kisvárda szombaton a Budafokot fogadja a Várkerti stadionban. A 12. forduló további párosítása a következő: Újpest-Paks, Molfehérvár FC Zalaegerszeg, Ferencváros MTK Budapest, Mezőkövesd Diósgyőr és Budapest Honvéd Puskás Akadémia.